Kósa Lajos vagy az évszázad botrányhőse, vagy az ország egyik legnagyobb lúzere, állítják a szocialisták. Az minden esetre furcsa, hogy a miniszternek csak most, 6 év elteltével a kamerák keresztüzében jutott eszébe, hogy feljelentést tegyen. Az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje egyenesen idiótának nevezte Kósa Lajost, ugyanakkor nem hiszi, hogy annyira ostoba a miniszter, hogy nem tudja, mit ír alá. Harangozó Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Na hát mindennel, amivel egy képviselő rendelkezheti jogosítvánnyal, ön szerint mire tudnak eljutni, előbbre jutni ebben a történetben? Lajos. Lajos. Jó, mert ugye az Elios vizsgálóbizottsága ma dolgoztunk. Az előbb mondta Bolgár János, hogy mit is mondod, Broker Marsi és Broker Lajcsi, hogy így emlegetik. Így. Hát nézze, a képviselői mi voltunk és a képviselői törvényadta jogosítványunkról, akkor mégiscsak az Eliosról fog egy picit beszélni. Uh-huh. 2018. április 8-a előtt szemmel láthatóan korlátozottan alkalmazhatóak a törvények Magyarországon. Ma például totális törvénysértéssel és hivatali visszaéléssel. Ami? Éppen a kormány egyik tagja akadályozta meg, hogy mint országgyűlési képviselők bemenjünk a minisztérium épületében, és ott megnézzük azokat a papírokat, amik azt gondolom, hogy nagyon relevánsak abban a másik ügyben, ami éppen a miniszterelnököt és a vejét érinti, ez az Eliosos vejbotrányos csalás. Akkor Eliosz, csak azért mondom, hogy ez alkotmány, országgyűlési kétharmados törvény írja elő, hogy kötelességük minket beengedni, és írja elő, hogy minden papírba kötelességük betekintést. És akkor sem, és én még ilyet esküszöm életemben nem láttam. 4 készeléti rendőr állt sorfalad bent a minisztérium portáján. Tudja, vannak ezek, amint itt lent is önöknél, ez a kapu, amin így be lehet menni. Igen. Az elé így sorfalba fölállt 4 rendőr, és kint az ház előtt meg még 2 készeléti rendőr szerencsétlen állt. Amikor mentünk 4 országgyűlési képviselők, tehát minden képviselő jutott egy rendőr a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, elképesztő, ami itt megy, és látszik, hogy rettegnek, mondjuk tőlünk, nem tudom miért, lehet, hogy már csak maguktól, a néptől is, de annyira nevetséges volt, és leküldték szerencsétlen. Volt kolléganőjét, aki az egyik kereskedelmi TV riportere volt, most a sajtófőnök, fiatal hölgyet, hogy ő próbálja meg ott hadakozni, úgymond velünk. Szánalmas volt. Hát, hogy képviselje a bátor, férfias miniszterének az álláspontját, hogy ő nem mutatja meg a papírokat, mert hogy nem tudja, hol vannak, csak mondom, ez a valódi ér. Nem tudja, hogy hol vannak? Nem tudja a miniszter úr, hogy hol vannak ezek a papírok, és neki egy hónapba telik most, hogy összeszedje, és 28-án, majd meg fogja mondani 28-án, ezt leírta az ember saját kezével, aláírta, hogy 28-án meg fogja mondani, hogy majd mikor nézhetünk bele a papírokba, mert annyi helyen van és olyan módon, hogy nem tudja. Én ezt mondtam erre, hogy az a miniszter, amelyik egy órán belül nem tudja megmondani a minisztériumában, hogy hol vannak a papírok, és egy héten belül, mert én egy héttel ezelőtt írásban kértem ezt a mai időpontot, nem tudja összeszedni ezeket a papírokat, az nyilvánvalóan vagy alkalmatlan, vagy, és ez a valószínűbb, egyszerűen egy bűncselekményt próbál elrejtegetni. És azt is mondtam, nagyon őszintén mondok, ez a produkció után rendőröstől, sajtófőnök hölgyestől, hogy ezek gyávag az emberek. Tehát, hogy ott kucorok fönn a miniszteri szobájába, és annyi férfiasság és tisztesség nincsen benne, hogy lejöjjön a szemünkben nézni, és azt mondja, hogy akármit, hogy leküldje ezt a szerencsétlen köztisztviselő hölgyet, hogy az egész magyar sajta előtt ő neki kelljen ott remegve elmondania azt a sok hülyeséget, amit egyébként a főnöke összehordott. Ennyit a képviselői jogokról első ami fontos, ez most átívelő, tehát hogy mihez van joguk, átívelő az összes történeten, de az Eliosz történetnél maradva, mi az, ami egyáltalán ezekből a papírokból, ami például a minisztériumnál van, kiderülhet? Tehát azt úgyse írták rá ezekre a szerződésekre, hogy mit te, Pistám, kedves polgármesterem, vagy Józsim, ezt a munkát add oda a vejemnek. Tehát, hogy ilyet biztos nem találnak. Nem is ezekre vagyunk kíváncsiak. Mi ezért akartunk ma bemenni és találkozni a miniszterrel, hogy akkor konkretizáljuk, hogy melyik papírokra van szükségünk. Nem kell föltúrniuk az egész minisztérium összes papírállományát. Mi egy mozzanatra vagyunk kíváncsiak, ami kulcs ebben az ügyben. 3 nappal a pályázati beadási határidő előtt, mint emlékszik rá, átírta maga a minisztérium, az irányító hatóság a pályázati feltételeket, 50 000 óráról 100 000 órára azt a bizonyos élettartamot. Ezzel az egy mozzanattal megteremte az egész csalássorozat lehetőségét, hiszen maga az Olaf is azt mondja, hogy az eredeti kiírás alapján az uniós pénz nem járt volna. Minket az érdekelne, hogy ennek a papírokban milyen nyoma van annak, hogy ki, mikor, miért és kinek a utasítására írta hát ezt a pályázatot. Ennek nyoma kell legyen, és ha volt némi
minimális életösztöne annak az ügyintézőnek, aki ezt a papírt legyártotta, akkor ott lesz rajta valamilyen feljegyzés, mert nem hiszem el, hogy úgy kelt reggel, hogy a homlokához csapott, hogy nem 50 ezer, legyen már 100 ezer, és akkor átírta a pályázat. Ugye ilyen nincsen. Valakinek Én már semmire nem merem azt mondani, hogy ilyen nincs. Mostantól azt is tudjuk, Kossa-Lajos azt mondta, hogy ez az egész ugye átverés volt, azt is tudjuk, hogy Kossa-Lajost úgy átverték, de úgy, hogy mindent dokumentáltak, bár németül volt, nyilatkozta, tehát elétettek sok-sok hitelesnek látszó papírt az örökségről, a repülőgép cégről, a nem tudom, a svájci bankról, a bankszámlákról, ami miatt ő el is utazott a ismerőseivel svájci bankba ezek szerint, vagy legalábbis rendszámot leadtak, meg hogy kezeljen ekkora összegű pénzt, meg az anyukájának is juttatunk egy kicsit, tehát hogy valaki egy ilyen csalás sorozatot kitalált ön szerint, tehát hogy ennyire szövevényes, ez olyan iszonyatos munka. Nem. Nézd, egyrészt, ha visszatér a parlamenti eszközhöz, van ennek egy olyan szála, ami ennél sokkal komoly, vagy tehát, hogy nagyon komoly a pénzen kívül. Ez az egész szerintem nagyon komoly. És ezért a Nemzetbiztonsági Bizottságot Molnár Zsolt összehívta. Igen. Ez az egyik, amiben mi rendelkezünk, ha már parlamenti eszköznél van, a Mesterházy Attila pedig a Költségvetési Bizottságot, mert itt olyan pénzekről beszélünk, hogy Magyarországon egyébként. De úgyis azt fogja mondani Orbán Viktor, hogy kampány szél fúj, és akkor nem jönnek el a fideszesek. Értem, a fideszesek engem nem is érdekelnek, de például a Nemzetbiztonsági Bizottságnál azt nehezen tudom elképzelni, hogy a titkosszolgálati vezetők vagy a rendőri vezetők azt mondják, hogy nem lesz határozott kép, és nem jönnek el a fideszesek, és nem jön senki. Az lehet, de azt gondolom, hogy ott lesz alkalom arra, hogy akár a bizottság elnöke, a bizottsági tagok, akár a sajtó akkor föltérnek ilyen kérdéseket. Mert hogy Kósa Lajos az elmúlt 3,5 évben, én már csak tudom, mert az alelnöke vagyok ennek a bizottságnak, a Honvédelmi és Nemzeti Bizottság elnöke. Nemzetbiztonsági védelem és átvizsgálás alatt áll. Olyan feltételek vannak ránk az új törvényben, amit ők írtak elő, hogyha 500 000 forint a nagyobb pénz mozgás van a számlánkon, akkor azt jeleznünk kell, különben bajba kerülünk. Elvileg ennek a nemzetbiztonsági védelemnek az a része, amit el is mondanak nekünk, hogyha bármi gyanús történik velünk, akkor ezt jelentsük az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, és megpróbálják megmondani, kivédeni, hogy mi az. De nézzük a másik oldalról. Az a titkos szolgálat, amelyiknek nem tűnik fel, hogy egy most már miniszter, egyébként kormánypárti kiemelt politikus közjegyzői okiratban, a közjegyzői kamara elnökének a közjegyző irodájában 1300 milliárd forintokról köt szerződést, hogy benne van az egész üzleti köre. A hölgynek, tehát Marikának a fia azt nyilatkozta, hogy Kósa Lajos gyakorlatilag a nyakukra járt, hogy legyen már valami ebből a pénzből, mondja az állítólagos kitalálójának, a fia. Hadd erősítse meg, hogyha ez a magyar titkosszolgálatoknak nem tűnik fel egy olyan ember tekintetében, aki hivatalosan úgymond a védelmük alatt áll, tehát mi aláírtuk, hogy minket bármikor lehet hallgatni, a mi érdekünkben mindenféle megelőző intézkedéseket lehet tenni, mi ezzel tisztában vagyunk, mi így élünk. Hát most ha erről nincs tudomása a magyar titkosszolgálatoknak, akkor tényleg csukják be a kaput, mert akkor valamit nagyon rosszul csinálnak. Vagy egyébként van, és akkor szeretnénk tudni, hogy mi ez a történet. Mert ha Kósa Lajos ezt éveken keresztül komolyan gondolta, hogy ebbe valóban van pénz, akkor ez nem lehet becsapás. Hát 6 évig. Tehát akkor ez nem lehet becsapás, és onnantól kezdve jönnek az igazán nagy kérdések, hogy akkor itt valójában milyen pénzről lehetett szó elsősorban. Hogy ez a svájci szál, ugye, ami a cégről annyit lehet legalábbis ma olvasni, hogy ez ugyanaz a cég, amelyiket a lengyel honvédelmi beszerzésnél kihajítottak, nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva, mert hogy olyan orosz érdekeltségek vannak a cég mögött, ami még legalábbis Lengyelországban főbejáró bűn. Tehát az orosz érdekeket beengedni Lengyelország területére az elképzelhetetlen. Van némi történelmi tapasztalatuk, valószínűleg nagyobb az életösztönük, mint nekünk. Hogy akkor ezzel a szállal mi van? Egyébként pedig az még egyszer, tehát ha volt pénzmozgás, ha nem. Az a része onnantól kezdve, hogy van a 800 milliós szerződés a kedves mamának, akit hallgattam az előbb, nyilvánvalóan valószínűleg mit sem sejt erről. Ez innentől kezdve vége van a dolognak. Tehát, hogy büntetőjogilag ennek mi a megítélése? Nyilván itt vannak olyan dolgok, aminek már a kísérlete is büntethető, de politikailag, ha egy politikus ebbe belemegy, és 800 milliót kér, úgymond a kedves családtagjának, akkor szeretném kérdezni, hogy a megyei jogú városok uniós 100 milliárdjait hogyan lehetne rábízni, vagy bármi mást egyébként, akár a kutyánkat is innentől kezdve. Ó, hát ha már a kutyákat említette, akkor vendéget cserélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.